egyszerűen botrány. Valaki ellopta a nagymama almás rétesét. Biztos, hogy valami csibészróka volt. Szerbusztok nyomozók, a ti feladatok a Rókanyomon című játékban, hogy felfejtsétek, melyik róka volt a tettesünk. Ma ezt a játékot fogjuk kibontani. Unboxing videós sorozatunkban megmutatjuk, mi lakul a dobozban, hogy könnyebben képet alkotass játékainkról. Ha kíváncsi vagy legújabb és korábbi megjelenéseinkre, akkor iratkozz fel a csatornánkra, illetve kövess minket Facebookon és Instagramon is. A mai napon a Rókanyomon című játék lesz a főszereplőnk, neki nézzük meg az alkat részeit. A Rókanyomon kisnyomozók nagy gyejtéje egy kooperatív társasjáték, ami 2017-es megjelenése óta osztatlan sikernek örvend a gyerekjátékok körében, jelenleg is az 5. helyen tanyázik a Board Game Geek top listáján. Megjelenése évében a Kinderspiele Series az év gyerekjátéka díjra jelölte a német szakmai zsűri, illetve egy évvel később elnyerte a francia szakmai zsűri év gyerekjátéka díját. A játék maga kooperatív, tehát együtt fogunk dolgozni a játék ellen, együtt próbáljuk meg a játék irányította csibész rókát felfedni. Alapvetően mozgással, tehát mozgatjuk a kis bábainkat a rácsmezőn, illetve a nyomolvasót használva dedukciós, logikai fejtegető képességeinket tesszük próbára, illetve a memóriákat is. A játék mellé 2-4 kis nyomozó ülhet le egyszerre, a maga 20 perces játék idejével egy nagyon kis könnyed és gyors szórakozást tud lenni a család legkisebbjei, de akár nagyobbak számára is. 5 éves kortól nyilván elsősorban ennek a korosztálynak, de akár együtt játszva nagyobbaknak is jó szívvel ajánljuk. Na de lássuk, mit rejt ez a kis doboz, ami egy ilyen átlagos méretű karton, nagyon szép aranyos grafikával. Hiszen egyébként a címlapon látható csibész róka is mosolyog és alapvetően egy kedves karakter, szóval igazán gyerkőcbarát szinte nevében a játék. A doboz fedele után egyből találunk egy játékszabályt, ami mindössze két nagyjából kis A4-es oldalnak felel meg, úgyhogy nagyon gyorsan belekezdhetünk a játékba. Gyerekjátékhoz képest szerintem elég nagy játékos táblát, ami ugyanolyan szintén szépen színesen illusztrált, és egy műanyag inzertben találjuk a további játékelemeket, úgy mint a csibész róka figuránkat, a gyerkőcök kedvence a figura, a felnőttek kedvence pedig, hogy festhető mini. A játékosok jelölőjét, ezeket a kis szarvas vadász sapkákat, egy műanyag nyomolvasót, ami a csibészek jellemzőinek felfedésére lesz majd nagyon hasznos eszköz, a nyomjelölő tokeneket, 3 dobókockát, amivel az akciónkat, illetve annak erősségét fogjuk majd meghatározni, illetve kétféle pakli kártyát, amik egyrészt a gyanúsítottjaink, fehér gyanúsított hátlappal, mivel őt lesz több a játék során, illetve a csibész kártyákat piros háttérrel, amik a nyomolvasóba kerülnek majd, és ezek segítségével határozzuk meg a játék elején, hogy melyik róka lesz a elfogandó csibész, és milyen nyomok alapján ismerhetjük majd fel. Számra pozitívum a csomagolásban, hogy nem celofánba és minél több műanyagba vannak bújtatva a kártyák, hanem csak egy kis gumi szalag fogja össze őket, ezért tényleg már az első kibontáskor nagyon gyorsan belekezdtük a játékba, és kipakoltjuk az elemeket az asztalra. Amit most meg is fogok tenni.
így néz ki a játék, hogyha négy nyomozó száll be a rejtélybe és próbálja felfedni, melyik róka, melyik csibész került a nyomolvasónkba. Ha ránk kerül a sor nyomozóként, két akcióra van lehetőségünk, vagy mancs jelet próbálunk megdobni és nyomokat fedünk fel, próbáljuk a jellemzőit megtalálni a csibészünknek, vagy pedig a gyanúsítottak körét szűkítjük, ezt nyilván már csak akkor érdemesebb, mikor több nyomot is ismerünk az egyes rókáinkról. Mielőtt dobnánk a kockával, meg kell határoznunk, hogy melyik akciót szeretnék végrehajtani, és utána megpróbáljuk mind a három kockát úgy dobni, hogy ugyanazt a jelet mutassa. A lépések során, amennyiben ezt a nyomolvasó vagy nyomkereső akciót választjuk, annyit lépést tehetünk meg, ahány mancsot dobtunk összesen, tehát most a zöld játékossal 1, 2, 3, 4 lépéssel eljuthatok ide, és felfedhetek egy nyomot, jelen esetben azt, hogy van-e pitypang a csibészünknél, ezt a nyomolvasó kivágott részébe helyezhetjük, majd elhúzzuk a nyomolvasó kis fülét, és megállapítjuk, hogy milyen fehér színt látunk, ezért sajnos pitypang nem lesz a rókánknál. A nyom ezután ide kerül felfedett nyomként. A másik akció lehetőségünk, hogy próbálunk gyanúsítottakat felfedni és megnézni a kilétüket. Ekkor három szemet kell dobnunk a kockákkal, és a 16 kártya közül bármelyik kettő lefolytott kártyát fölfordíthatjuk és megnézhetjük. Nyilván, hogyha olyan jellemzők, amiket már felfedtünk, nem rendelkeznek, akkor vissza is tehetjük őket a dobozba, hiszen ők nem lehetnek a csibészeink. Alapvetően nagyon gyerekbarát, hogy a térképen bármerre mozoghatunk, nincsen egy fix irány, egyedül a rókánk mozog kötött mezőn. Ez akkor valósul meg, amikor nem sikerül akciót végrehajtanunk a körünkben, tehát úgy dobunk, hogy nem ugyanazok a szimbólumok lesznek a kockákon. Ilyenkor három lépést tesz a róka a végcélt mutató rókajuk felé. Amennyiben elérni ezt a célt, miért felfednénk, a játékot sajnos elvesztettük és elmenekült az almás rétessel. A célunk tehát minél több gyanúsított kártyát felfordítsunk, minél inkább leszűkítsük a nyomokat, hogy mi lehet a rókánk jellemzője, és miután biztosak vagyunk, vagy leszűkítettük a kört egyetlen gyanúsítottra, utána húzhatjuk ki a csibész kártyát a nyomolvasóból, ami egyértelműen mutatja majd, hogy sikeresen találtuk-e a gyanúsítottat, vagy pedig mellé lőttünk. A rókanyomon egy elképesztően család és gyerkőcbarát társasjáték, mind abban, hogy kellően biztosít döntési lehetőséget a gyerekeknek, de abban is, hogy nem felfedhetően sok lehetőségünk van, tehát nagyon könnyen és gyorsan beleélhetik magat a játékban, nagyon könnyen beletanulnak a szabályokba. Emellett tényleg az apró kis illusztrációk mind nagyon gyerkőcbarátok, a nyomolvasó mechanikája fantasztikusan izgalmas és innovatív, és maga a nyomolvasó és a róka is festhető, tehát a gyerkőcök a kreatív énjüket is szabadjára engedhetik ezzel a játékkal. A játékot jó szívvel ajánlom kisgyerekes családoknak, viszont tudjuk a határait, 10 éves kor fölött már nem túl izgalmas, tehát inkább ekkor alatti gyerkőcök társaságának tudom nagyon jó szívvel ajánlani. Maga 20 perc évet tényleg kényelmesen játszható gyakorlatilag bármikor. Ha tetszett a játék és szeretnétek ti is ilyen rókák után nyomozni, akkor a reflexshop.hu oldalán első kézben beszerezhetitek a társas játékot, vagy budai és pesti üzletünkben is megtaláljátok, amiknek az elérhetőségeit a leírásban találjátok. A következő videóig mindenkinek nagyon jó nyomozást kívánok, és jó játékot! Én Soma voltam, sziasztok!